Újra kinyitotta kapuit a Zeneóvi a Szent István hitoktatási és művelődési házban. Nem csak a fehérvári gyerkőcök vettek részt az első foglalkozáson, a 4 éves Ivett és nagymamája Gárdonyból érkezett. Céljuk pedig az, hogy fejlesszék a kislány ritmusérzékét, zenei képességét. Egyelőre azt, hogy ő jó a ritmusérzéke, ezt vettük észre. Különböző dalokat le tud dobolni, úgymond fakanállal. Tehát ilyen szinten csak még komolyabb nem, úgyhogy ez nagyon kezdeti stádiumban van még nála. Az énekkel, játékkal eltöltött 1 órában a hangszerek világával is ismerkedtek a kicsik, így a későbbiekben nagyobb tudatossággal választhatják ki az érdeklődésüknek és adottságaiknak megfelelő hangszert. A gyerekek nagyon szeretnek járni, kipróbálhatnak sok-sok hangszert, kézbe vehetik őket, megszólaltathatják, illetve hát a szülők pedig szerintem nagyon örülnek annak, hogy játékos keretek között megismerkedhetnek a magyar hagyományokkal. A zenei foglalkozások egészen a tanév végéig tartanak majd, ahol Varró János és Bergerné Szőnyi Anna zenepedagógusok kalauzolják el a gyermekeket a zene világában.